Tisztelt miniszter úr, kedves Jani! Ezzel a megszólítással kezdi levelét Márta Imre, a Magyar Villamos Művek volt vezetője, amit korábbi beosztottjának Süli János jelenlegi paksi bővítésért felelős miniszternek írt 2 hete. A levelet a hvg.hu publikálta. Ebben a volt vezérigazgató a paksi bővítés körüli problémákról írt. Szerinte a magyar kormány előnytelen szerződést kötött az oroszokkal. Az engedélyezés ezért már most nagyon elhúzódott. Ráadásul szerinte sem a társadalmi támogatottsága, sem a gazdaságossága nem biztosított. Egy orosz diktátum került aláírásra, hiszen ha nincs verseny, akkor nyilván az oroszok azt irattak velünk alá, amit csak akartak, és ebből most fakadnak ezek a problémák, amik viszont rendkívül megdrágítják a projektet, lelassítják, ez már látszik, hogy a késés is részben emiatt történik. Szakemberek között alakult ki vissza, hiszen korábbi vezérigazgató állít olyanokat, amely olyat, és tesz olyan kijelentést, hogy önmagában a Paks 2 fejlesztést le kell állítani, mert ennek most van itt az ideje. A levélre a Költségvetési Bizottság Paksra kihelyezett ülésén is rákérdezett a testület elnöke. A miniszter itt reagált Márta Imre kritikáira. Energetikába igen, dolgozott Imre, de én nem nevezném energetikai mérnöki szakembernek, mert ő neki nem ez a szakmája. Süli János azt mondta, hogy az új atomerőművi blokkok minden uniós szabványnak megfelelnek majd, és a projekt a kormány számításai szerint megtérül Magyarországnak. A miniszter beszélt arról is, hogy jelenleg nem látható, hogy mikorra készülhet el a paksi bővítés, de szerinte 2032-ig nem csúszik. Tényleg jós lennék, ha most meg tudnám mondani, de nem a 32, jóval hamarabb lesz. A 24.hu kedden azt írta, a projekt jelentős csúszása miatt komolyan felvetődött, hogy új minisztert nevezzenek ki Süli János helyére. A miniszter az RTL híradó kérdésére ezt cáfolta. Ma is itt dolgoztam, önökkel voltam, valószínűleg üzentek volna, ha nem így van. Közleményében a kormány is álhírnek minősítette a miniszter cserét.